ünnepi szentmise keretében áldotta meg a felújított váli hétfájdalmú szűz műemléktemplomot Spányi Antal megyés püspök. A főpásztor 23 fiatalt bérmált meg a jelentős eseményen. A beruházás mintegy 600 milliós bruttó költségéből, 500 millió kormányzati támogatásból, a többi egyházmegyei önerőből valósult meg. A főpásztort és a bérmálkozókat Kovács Zoltán plébános köszöntötte, aki az ünnep fontosságát emelte ki beszédében. Spányi Antal megyés püspök méltatta a templom külső szépségét, és felhívta a figyelmet a belső tartalomra, hiszen a közösség ereje jelenléte teszi élővé az építményt. A váli templom egyházmegyénk talán második legnagyobb temploma. Sok művészi értéket hordoz magában, nagyon jelentős kulturális érték, és természetesen a váli egyházközséghez tartozó katolikus embereknek valamiféleképpen mondhatom talán egy otthona. Ez a templom nagyon rossz állapotba került, hiszen évtizedek múltak el anélkül, hogy ez a nagyon monumentális építmény megfelelő karbantartásban részesülhetett volna. Az egyháznak nem volt erre anyagi lehetősége és ereje. Végre most elérkezett az idő, és a kormányzat segítségével nagyon jelentős felújítás kezdődött el, aminek a külső felújítás része befejeződött, belül bizonyos javítások elvégzésre kerültek, a villanyvezetékek kicserélésre kerültek, sikerült egy megfelelő gyóntatóhelyiséget, egy megfelelő vízes blokkot is kialakítani, egy olyan helyet, amiben a közösség igazán otthonra találhat, amely alkalmas modern körülmények között arra, hogy együtt legyenek, imádkozzanak, megbeszéljék a gondjaikat, találjanak egymással együtt Istenre. Az ünnepségen beszédet mondott Teseli Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, aki elmondta, Magyarországnak működnie kell. Sok a feladat, de szükség van ilyen alkalmakra, amelyekből erőt meríthetünk. Az egyháznak közösségépítő szerepe van, és ebben a furcsa élethelyzetben, amiben a Magyarország, Európa és az egész világ is van jelen pillanatban, szükségünk van olyan eseményekre, amiből tudunk töltekezni. Ez a mai napi, ez egészen biztosan, hogy az, hiszen itt Válban a ürményieknek az öröksége, ami érdekes módon ugye ebben az egyházi épületben, amely megyénk legnagyobb temploma, is megmutatkozik. Nekünk ezt védeni kell. Nekünk nem elég, hogy védeni kell, hanem újjá kellett építeni. Hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, hogy hogyan nézett ki ez a templom néhány évvel ezelőtt, akkor most nem ismerünk rá. Bektól Tamás Vál polgármestere az Ürményi Dréher család hagyatékának megmentéséért mondott köszönetet, hívőként először is Istennek, közéleti személyként a kormánynak, az egyházmegyének és az elkötelezett váliaknak. A külsőleg műemlékvédelmi szempontból teljesen megújult 200 éves katolikus templom a hazai klasszicizmus egyik kiemelkedő példájának számító építmény. Befogadó képessége ugyan meghaladja a váli egyházközség igényeit, ám komoly építészeti és kultúrtörténeti értéket képvisel. A beruházás keretében több mint 6000 négyzetméteren állították helyre a homlokzatot, valamint több mint 1000 négyzetméternyi terület kapott szigetelést.